Móricz Zsigmond Sári Bíró című vígjátékát láthatta a Szerencsi közönség november 24-én a Rákóczi Vár Színház termében, a Külhoni Magyar Nemzeti Színház társulatának előadásában. A bemutató tragédia árnyékolta be, ugyanis a férfi főszereplő Benkő Géza a premier előadás előtt egy héttel váratlanul elhunyt. A társulat eldöntötte, hogy mindenképp folytatják és bemutatják a darabot elhunyt kollégájuk emlékére. Teltház előtt mutatták be november 24-én a Sári Bíró című darabot a Külhoni Magyar Nemzeti Színház társulatának előadásában. A történet szerint bíró választásra készül a falu. A darabban a főszereplő felesége próbálja irányítani a szálakat a bíró választás során, mely érdekes helyzetkomikumokat eredményez. Varga Anikó színésznőnek kihívást jelentett Sári Bíróné szerepének megformálása. Elég nagy feladat hárul rá, mert készülnek a választásokra, és a bíró felesége vagyok, és szeretném, hogyha a bíró most már 24 éve, de most is megnyerné ezt a választást, és ezért mindent megteszek. Úgyhogy van benne egy ilyen hatalmi játszma, és mivel a feladat is akkora, hogy végig jelen vagyok, ezért igen, elég nagy a feladat, de nagyon izgalmas természetesen. Színész számára ez egy igazi kihívás. És más nem mond? De. Mit? A színészeknek feszített munkatempóban módosított szereposztással kellett dolgozniuk. A bemutató tragédia árnyékolta be, ugyanis a férfi főszereplő Benkő Géza a premier előadás előtt egy héttel váratlanul elhunyt. A társulat eldöntötte, hogy mindenképpen folytatják és bemutatják a darabot elhunyt kollégájuk emlékére. Erre van egy angol száz vagy amerikai mondás, show must go on. Tehát a show-nak folytatódnia kell, és nyilván tragédia az vasárnap történt, és nyilván utána volt egy stábértekezlet, ahol összejöttünk, és a kollégák is, meg a produkció vezetése is úgy döntöttünk, hogy szerintünk Géza is így gondolná, hogy menjen tovább, és így tovább megyünk, mert tényleg nem állhat meg az élet, sajnos. Ahogy Móricz idejében, ma is van aktualitása a darabnak, hiszen a választásokhoz közeledünk. Nagyszerű, remek darab, remek darab. Egyre jobban fedezzük föl Móriczot, aki ezt több mint 100 éve írta, minden mondata aktuális, úgy emberileg, mint politikailag, de egyre jobban fedezzük föl, és élvezzük azt, hogy játszhatjuk és mondhatjuk a Móricznak a szövegeit. Az előadásban szerepet kapott egy szerencsés színész palánta, Stom Bence, akire a későbbiekben is számít majd a társulat. Mindenféleképp számítunk rá későbbiekben. Mi, mikor idejöttünk, mindenféleképp azzal számoltunk, hogy próbálunk a város életébe tevékenyen részt venni. Ezt mutatják az október 23-a megemlékezés, a Márton nap, ahol színészeink aktívan részt vettek. Az elkövetkezőkben is vannak ilyen közös tervek a várossal, az intézményekkel. És akkor jött az ötlet, amivel a rendező nagyon is egyetértett, sőt, ő főkarolta, kifejezetten támogatta, hogy a városból, hogyha mi drámaképzést akarunk segíteni, a színészetet akarunk segíteni, akkor innen kell a gyerekeket bevonni a darabba. Nem csak ebben, mindegyikbe. Így került végül kiválasztott Stom Bence, a Rákóczi Zsigmond Ántos iskolából, aki remekül játssza a szerepét, és tényleg lenyűgözően talpra esett, ügyes, nincs lámpaláza, szóval igazi színpadra termett kis gyerek. A Külhoni Magyar Nemzeti Színház következő bemutatója vendégelőadás lesz. Paul Portner Hajmeresztő című bűnögi játékát a Veresegyház Színház előadásában láthatja majd a Szerencsi közönség.